Január 1-től Vaka Árpád az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatója. A sportvezető játékosként, edzőként, újságíróként, vezetőként hosszú ideje kötődik a sportághoz. Véleménye szerint az eddigiekhez képest nincs jelentős változtatásra szükség a testület irányításában. Országos szinten egy nagyon jól működő megye vagyunk. Annak ellenére is, hogy talán a harmadik, negyedik legtöbb csapat létszámmal rendelkezünk is, mint tudjuk, azért teljesen más egy olyan megyei igazgatóságon a problémák, és hogy egy olyan helyen dolgozni, ahol 40 csapata van a megyének, vagy más, ahol nekünk a különböző utánpótlás csapatokkal és egyesületekkel együtt több mint 150 sportegyesületünk van, tehát teljesen mások a feladatok, az elvárások és az egész szervezési feladat. Én azt hiszem, hogy gyökeres változásra nincs szükség, nem hiszem, hogy szükség lenne. Szerintem jól működnek mind a felnőtt bajnokságaink, mind az utánpótlás bajnokságaink. A téli holszezon is mozgalmas az igazgatóságon. Jó néhány női utánpótlás és felnőtt tornát szerveznek a megyebeli csapatok számára. Természetesen nagypályás csapatokra is gondoltunk. Egyrészt egy kispályás tornával, ami mindig nagyon jól sikerül, és nagyon jól segíti a téli felkészülést, hiszen ilyenkor egy-másfél hónapos szünet után most találkoznak egymással a csapattársak, és ez egy nagyon jó ráhangolódás a kemény téli munkára. Ugye gondolok itt a harmadik Nyírerdő kupára, amely 38 csapattal indult el, ugye most hétvégén voltak a 8-as döntők, és ezen a hétvégén lesz a 8-as döntő, tehát a 8-as döntők voltak most, és most lesz a 8-as döntő a Filófoci csarnokban január 31-én, illetve be fog indulni majd január 29-én Nyírbátortornán, már negyedik alkalommal a nagypályás műfűes torna, úgyhogy ott most 15 csapatra gondoltunk, és 15 csapatnak a felkészülését tudjuk ezzel segíteni. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon sok munkánk van ilyenkor, amikor elméletileg holt szezon van. Ráadásul most ugye februárban indul majd be az átigazolási időszak. A megyei bajnokságokban február utolsó hétvégén indul majd útjára a labda. A három osztályban több mint 130 csapat lép hétről hétre pályára.